2017. december 15-ig minden gyógyszertár és orvosi rendelő csatlakozott ahhoz az elektronikus térhez, mely lehetővé teszi a betegek receptjeinek és leleteinek tárolását. Ennek köszönhetően a papír alapú recept helyett tajkártya és személyigazolvány felmutatásával is kiválthatók az orvosok által felírt gyógyszerek a patikákban. Jelen pillanatban még nem különbözik nagyon attól, ami a régi vénybeváltási szokás volt, ugyanis 2018. december 31-ig az orvosnak kötelező az e-recept mellett fölírni egy igazolást is. Ez az igazolás, ez most pontosan ugyanúgy néz ki, mint a régi receptek, annyi különbséggel, hogy egy plusz vonalkód került föl a receptre. A házi orvosok, a szakrendelők és a kórházak a páciens adatait, leleteit, ellátási helyét és felírt gyógyszereit az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térbe töltik fel, amihez a házi orvos és a kezelő orvos kap hozzáférést, valamint a beteg is megtekinteti saját adatait az estv.gov.hu oldalon. Egyszerűen a bejelentkezésre kattint, itt a jobb felső sarokban. A bejelentkezésre kattintás után ugye állampolgári bejelentkezésként tudunk tovább lépni. Ahhoz, hogy bejelentkezzünk, ahhoz szükségünk van ügyfélkapus regisztrációra. Az EST program nagy előrelépés, hiszen az orvosok munkáját segíti, ami pedig gyorsabb ellátást és diagnózist biztosít a betegek számára, fogalmazott dr. Acsai László, a Markot Ferenc Kórház gyermekosztályának főorvosa. Mindenféle laborrelet és minden egyéb más azonnal rendelkezésre áll a kezelés során, nem is beszélve a házi orvosról, aki gyakorlatilag percek alatt értesülhet betegeinek a leleteiről, laboreredményeiről, függetlenül attól, hogy az ország mely kórházában, mely szakrendelőjében látták el. Míg a papír alapú recepttel eddig másod gyógyszerét is kiválthatták, addig az e-recept segítségével csak a sajátjukhoz jutnak hozzá a páciensek.